Felsőpakonyon a himnusz hangjai után dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondott beszédet, aki jó hírekkel szolgált a település lakóinak, majd az államalapítás örökségére, történelmünk kiemelkedő eseményeire is emlékeztetett. A kormány döntése nyomán Felsőpakony nagyközség az óvodai udvar játékainak pótlására 5 millió forintot nyert el, és egy másik pályázaton, a Magyar Falu pályázaton pedig egy olyan gépezetet vásárolhat meg a település, amivel a közterületeket lehet tisztítani, takarítani, ápolni és védeni. Gratulálok a polgármester úrnak! Taníts meg lendülni, ha rád találtam, és hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Ilyen tisztelt polgármester úr, kedves felsőpakonyiak! Sokan mondják azt, hogy az új gondolatok formálják a világot, és azt is, hogy nagy bátorság kell hozzá. Mert bátor dolog az új véleményt és javaslatokat megfogalmazni. Látnunk kell azonban azt is, hogy mit jelent megosztani másokkal egy új gondolatot. És hogy mit jelent az, ha valaki képes arra is, hogy megálmodjon egy még nagyobb tervet. És azért tenni, hogy abból valóság is legyen. Igen, azokról az emberekről beszélek, akik jóval kevesebben vannak. Akik képesek elindulni és végigmenni egy jövőbe vezető úton. Mégpedig úgy, hogy mögöttük vagy velük a közösség is tart. Ők azok, akik nem csak javítani képesek, de annál többre is. Felépíteni egy egész új világot. A mai napon Szent István és az államalapítás napján őket, ezeket az embereket ünnepeljük. Számunkra ők jelentik az igazi bátorságot és mindazt, ami hozzájuk köthető. Az elmúlt évszázadok sikerei, az erővel és energiával teli fordulatos évtizedek. Minden olyan pillanat, amikor olyan változásoknak volt tanulja a világ, amire ritkán van példa a történelemben. Mi magyarok ebben mérjük a bátorságot, mert erre tanít minket a nemzeti örökségünk 1956. októbere, 1848 és 49, Mátyás király és kora, Nándorfehérvári diadal, Nagy Lajos birodalma, és legelőbb is az Árpádházi királyok és fejedelmek 4 évszázada. Megvetni a lábunkat, amikor minden mozog. Elhatározni valami egészen újat, és megvalósítani azt nemzeti összefogással. Összefogni minden erőt és energiát, és lépésről lépésre haladni előre. Ez a mi örökségünk. Ez tartott meg minket, ezt a kicsiny nemzetet itt Európa közepén. Ezért létezik még ma is az a csodálatos nyelv, amivel egymást szólítjuk meg ma is. Ezt követően Cecidlovszky Gábor alpolgármester az ünnep eredetéről, örökségéről, jogszabályi hátteréről beszélt, majd a mai kor aktualitásait is megemlítette. Az 1938 évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét. A II. Világháború után megszüntették a ünnep egyházi és nemzeti jellegét, tartalma megváltozott. Nevezték az új kenyér ünnepének, az alkotmány ünnepének, ezeket az elnevezéseket használjuk a mai napig is. Szent István megalapította a 10 első egyházmegyét, melyen letette a keresztény Magyarország alapjait. Európában végleg gyökeret eresztettünk, írott törvények alapján működő jelentős királyságot és erős keresztény bástyát hagyott örökül utódainak, azaz ránk is. Ennek az örökségnek az ápolása, fenntartása, továbbvitele ma a feladatunk, különösen ebben az időkben, amikor soha nem látott kihívásokkal szembe kell néznünk. Ismeretlen vírus támad az egész világon, amit le kell győzni, úgy, hogy közben a gazdaság minél kevésbé sérüljön, az emberek munkahelyei ne kerüljenek veszélybe, ne nőjön a munkanélküliség. A nagy világválság óta nem nézünk ekkora kihívás elé.
A magyarság soha nem látott összefogására van szükség, ne felejtjük, közös a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, együtt, felelősségteljes viselkedéssel tudjuk átvészelni ezt a nehéz időszakot. És egy érdekesség, hogy már 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította 20-át. Kívánom, hogy töltsék kellemesen, tartalmasan szerettei közébe az ünnepeket és a hosszú hétvégét. Az ünnepi műsorban a Gyáli Kaleidoszkóp Színház tagjai, Metzger Pál hegedűművész, valamint a Darumadál Nyugdíjas Egyesület énekkara is fellépett. Zárásként dr. Káposztási Béla plébániai kormányzó szentelte meg az ünnepi kenyeret. Urunk és Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, aki az eget és a földet alkottad, mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eredelét adtad nekünk. Kérünk, terjeszd ki karodat és árazd áldásodat erre a kenyérre, és minden család kenyerére. Melyet Szent István királyunk, Magyarország fővédő szentjének ünnepének előestéjén hozunk eléd. Add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt, és bölcsességet, örök életre szóló igéit, Krisztus, ami Urunk által.